Jó napot kívánok, még Holler Gusztáv vagyok. Valakivel szeretnék beszélni egy szerkesztővel az Ákos lemez kapcsán. Arról van szó, hogy 16 éves a kislányom, és megvásároltam neki ezt a CD-t. Tudja, ezt az újat? Igen. Ikon. Igen. És az igazság az, hogy most teljesen fel vagyok háborodva, mert én is elkezdtem meghallgatni, meg megnézni a CD-t, és tényleg vérlázító, ami ezen a lemezen történik. És bizonyára szerintem talán még önök sem tudják, mert önöket is átverte az Ákos talán. Mert? Hát gondolom ön is tudja, meg én is olvasom a sajtót, hogy ez az Ákos, ez így vonzódik, ez a sámánizmus, meg indián, meg ilyen paranormális dolgok, de ezen a lemezén most már tényleg túlment egy kicsit. Hogyha maga, ott van maga előtt a lemez, mert hogyha megnézi, és elforgatja 45 fokkal jobbra, igen, és akkor tudja, ott van ez a fehér réteg a szeme fölött. Igen. Na most azokból tisztán ki lehet így olvasni azt, hogy sátán. Oda van írva, hogy sátán. Nem, és hogyha elforgatja az egészet 30 fokkal balra, akkor ki lehet azt venni, hogy 666 a sátán száma, és ott van egy S betű előtte. Ami lehet angolul a széten, a szátán, vagy szadizmus, vagy bármi, de az még nem sikerült. De ott van a 666 a sátán jele, hogyha visszafele forgatjuk. Nem, ezt nem néztem még sosem. És hogyha meghallgatja a számokat, akkor is súlyos problémák vannak. Én például visszafele lejátszottam, mert én amatőr szinten komputerekkel is foglalkozom, számítástechnika középiskolai tanár vagyok, és visszafele lejátszottam az ikont, és abban is tele van rejtett üzenetekkel, amik csak visszafele jönnek ki. Hogyha meghallgatja, akkor bejátszom, mert épp be van töltve a kompjúterembe. Várjon egy picit. Figyeljen. Hallotta, sátán? 666 bemondta. Öld meg a gyereket, érti? Öld meg a gyereket, és azt valószínű azt mondta, hogy szeretkezz az anyáddal. Jézusom, hát ezt én sose hallottam. Hát ez az. És ez komolyan, hogy ezt visszafele játsza. Ezt komolyan visszafele játsza az ember, akkor ez jön be. Jézusom. Na most, ez egy elég komoly dolog, hogy a gyerekeinknek ezt adják be anélkül, hogy tudnának róla. Én a gyereknek megtiltottam, hogy ezt a lemezt hallgassa, miután én ezt észrevettem. Igen. Tehát először a borítót fedeztem föl, és utána kezdtem el ezeket a vizsgálódásokat, és még csak az első számnál tartok. Jézusom. Tehát hát, igen, ezt most én tökéletesen megértem. Hát ezt én mindenképpen át fogom adni. Jó, feltétlenül adja, hát én annyit szeretnék mondani, hogy én ezzel a felfedezéssel kész vagyok a sajtóhoz fordulni, amennyiben nem találunk valamiféle megoldást. Mert ez rémes, ami itt történik. Én azon gondolkozom, hogy még azt lehet esetleg csinálni, mert talán komolyabban veszik, hogy tényleg most, mert tudom, hogy ez fax, ez nem old meg semmit, de hogy ezt írásban. Esetleg, ha önnek van lehetősége rá, mint kompjúter, meg ilyesmi, tehát egy írásban is leírná egy faxon, mert akkor úgy egyszer tudnék elég nehéz őket elérni telefonon. Nézen ide, én digitálisan feldolgozom a képet, ha akarja, megmutatom, hogy hol vannak a feliratok, akarja, beküldöm a szallagot is. Én egy dolgot szeretnék, valamiféle kártérítést, ugyanis a lányomnak megtiltottam, hogy hallgassa, és nem tudtam elmondani neki, hogy miért, csak azt mondtam, hogy kislányom, ezt a zenét most nem hallgathatod, ezt a lemezt elveszem tőle. De akkor is tudom, hogy meg fogja szerezni a barátnőitől, és majd, hogyha egy szép napon én nem élek, akkor majd gondoljanak erre, amit mondtam, és majd amit be fogok küldeni. Jaj. De most komolyan, nem kell csodálkozni, mikor a gyerekek beállnak ilyen szektákba, aztán azt mondják, hogy hoppá, ott egy UFO, jön a világ vége, aztán következő dolog, amit tudunk, hogy elvágja a gyerek a torkát. Mert ilyen zenéket hallgattatnak vele. Érti, mit mondok? Igen, persze, világos. Jó? Jó, hát önnek küldöm el, önt hogy hívják? Vivien vagyok. Vivien, még egy dolgot hadd áruljak el, mielőtt különösen megijedne. Ez nem volt komoly, ez volt a nap őrült telefonja a Rádió Bridge-en. Őrület.